Ma kezdődik a 31. Erkel Ferenc sakk emlékverseny. Minden nap két forduló lesz, egy délelőtt és egy délután, és szombaton este felé valamikor 18-19 óra körül lesz majd az ünnepélyes zárás és a díjkiosztás. A versenyünkre jelen pillanatban 29-en jelentkeztek, többségében Magyarországról. Ismerve a jelenlegi pandémia helyzetet, sajnos nagyon sok külföldi visszamondta a nevezést. Szám szerint is meg tudom említeni, Romániából több mint 20-an mondták vissza, Szerbiából több mint 7-en, Szlovéniából 2-en, Dániából 2-en, Ukrajnából minimum 7-en jöttek volna, tehát sokkal többen mondták vissza, mint ahányan jelen lesznek a versenyen. A nevesebb versenyzőink Takács Lajos, Horváth Zsolt, Restás Péter, ők fidemesterek, illetve van két nagyon fiatal játékosunk, a Tamás Kornélis, az Udvardi Zalán, akik szintén 2000 pontnál magasabban vannak dukálva.